Cső van, Brenor vagyok. Ma újabb négy gépet hoztam nektek az Industrial Craft tárházából. Ezek továbbra is ilyen, ilyen alapszintű gépek, tehát az előző gondolatmenetet folytatom még mindig tovább, ami az előző videóban már nem fért bele. Ez nagyjából annyit jelent, hogy továbbra is szükségünk van erre az LV Transformerre ide, mivel, hogy a négy gépből három működik kábelről, a negyedik nem, úgyhogy annak lényegtelen. Viszont a másik háromnak, annak nagyon fontos, hogy 32 EU per áramot kapjon, különben lesz egy ilyen puk, és utána így lehet újra csinálni a dolgokat, úgyhogy ez így nagyon mókás. Ugye az előző videóban bemutatott gépek igazából a fontosabb kategóriát merítették ki. Ilyen macerátor az például, hát nem is napi szinte, hanem szinte fél óránként használjuk valamire kompresszor is ilyen nagyon gyakran használt valami. Ezeket nem fogjuk olyan sűrűn használni, viszont ö, bizonyos dolgokhoz elengedhetetlenek, másokhoz mondjuk elhanyagolható is lehet, de, de, de mégis valamilyen szinten fontosak. Na, ö, jól belekavarodtam, úgyhogy már megint kezdek beszélni. Na, a lényeg az, hogy, hogy szerintem vágjunk is bele. Első delikvensünk az egy Kenning Machine. Előállításához 7 darab tinaignot kell, középre egy machine block, fölé pedig egy elektronik circuit. Ilyen kis, kis alap dolgok. És hogyha ez megvan, szükségünk van még bele konzervekre, ez a tin ken Ez 1, 2, 3, 4, 5 darab tinből lesz nekünk 4 darab ilyen kenünk. Ezt a kent úgy tudjuk felhasználni, hogy fogjuk a kening mesélünket. Beletesszük alulra a kent, ugye ez továbbra is ilyen, ilyen áramos slot valami. Fogjuk a kenünket, és valamilyen ehető tárgyat, mondjuk rotten flesh t belerakunk. Szépen végig megy a csík, egész gyorsan. És lesz két ilyen fillettén kenünk. Hogyha tején húst rakunk bele, akkor pedig szintén kettő. És nem ezt akartam megmutatni, hanem azt, hogy mi van, ha széket teszünk bele, mert ugye a szék az ugye több kaját ad, mint egy sima nyers hús, vagy egy rotten flesh. Szóval van ez a székünk, szépen végig megy a csík, és négy tinken lesz belőle, tehát annyi kent fog előállítani nekünk, amennyit egyébként az életünkön töltene többnyire mondjuk a, a, a nyers hús az nem tudom mennyit tart, az lehet, hogy csak egyet. Na mindig lényegtelen, azért többnyire ö, annyit csinál belőle ilyen kent, amennyi ilyen, ilyen, most nem is vagyok de mindegy. Szóval amennyi ilyen húsi van ott lent. Ö, másik fontos dolog, ugye van ez a kétféle kenünk, amit csináltunk kétféle húsból, ezt egybe lehet tenni. Viszont van egy másik fajta, ezt már nem tudjuk hozzátenni, ugyanis van egy ilyen kedves üzenet alatt, hogy this looks bad. Ugye régen nagyon jó megoldás volt az, beleraktuk a Rotten Flash-t a Kenning machine -be, szépen beletöltötte egy ilyen tin és onnantól kezdve bátran el lehetett fogyasztani, semmi problémák nem lett belőle. Na hát ezen kicsit változtattak a, a fejlesztők, és megoldották, hogy még a Kent is másfajtát töltsön bele, így továbbra is megérkezhet minket a hús hiába rakjuk be, pontosabban kenekbe. Úgyhogy ez ilyen kis, kis kibaszás szagú dolog, de nem baj. Ettől függetlenül nagyon jó arra, hogyha ö, nagyon sokféle kaját szerzünk be, és ugye nem akarjuk, hogy hát most van egy almám, van egy sztékem, meg van egy, ö, egy kenyerem, és akkor elmegyek valahova, és azt basszus, nem lesz hely, például ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy ö, amikor már lefogyott két ö, ilyen, ilyen csirke combod alulról, ugye az éjséged, akkor miért kéne megenned egy stéket, ami négyet tölt vissza, amikor neked csak kettő kéne. Erre például nagyon jó. Meg ugye majd később erre a, a bezénes megoldásra, amire majd majd a rá rátérek. Na, nagyjából ennyit a Canning machine -ről. Ja, igen, egyébként egy EUPERTIKET használ föl, úgyhogy nem fogyaszt sokat, és látjátok, elég gyorsan dolgozik. A következő delikvensünk az egy Recycle. Aki már dolgozott MASZ vagy Mater fabrikátorral, az nagyon jól ismeri ezt az itemet, szerintem nem kell neki bemutatnom, amit ez termel. és nem csináltam meg a recet. De jó. De megcsináltam, csak kivetettem. <laughs> szóval, egy, kettő, na, oké, okay. szóval kell három darab dört. Eddig tiszta. Kell egy darab machine block, ha minden igaz, középre. Kell egy darab refined iron, sőt, kettő, ez a két alsó részre. És kell egy Electric Circuit. Ha minden igaz, ez a receptje, Vagy nem. Vagy fordítva? Nem. Na jó, megnézem inkább. Azt mondja, hogy... Ja igen, egy nagyon jó ne is dolog azoknak, akik gémódba szoktak mászkálni, ugye főleg adminokról beszélünk, sőt inkább adminokról, hogyha a neiben próbáltok valaminek receptet nézni, ugye beírjátok a, a, cuccot, ilyenkor át kell kattintani az inventorira, és akkor eltűnik innen a kurszor. Hogyha eltűnik a kurzor, akkor valamire ráviszitek az egeret itt, és nyomtok egy R betűt, és abban a pillanatban kidobja a receptjét, és a glowstone szúrtam el, de jó. Hogy volt? Ja, igen, igen. A, a, a sikerült pont kifognom, hogy 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 kell összerakni, na mindegy. Eddig egyszer már megcsináltam, csak sikerült felrobbantanom, aztán csak a projektéből tettem vissza. Na szóval, kell még középre egy kompresszor. Ugye ez már egy továbbfejlesztett itemnek minősül végül is, én azért még mindig az alapitemeknél kezelem. És akkor a tetejére egy glowstone ezt, és akkor megvan a recycle Nagy nehezen. Hú, de jó. Szóval a Recycle mire jó? Arra jó, hogy bármilyen anyagból scrappet tudunk előállítani. Ő lenne a scrap. A scrap sokféle dolgot tudunk csinálni, viszont a legfontosabb az az, hogy a Matter fabrikátort lehet gyorsítani vele a munkáját. És ugye bármit vele lehet szinte rakni. Van néhány item, ami, ami blacklistes, ami azt jelenti, hogy nem dolgozza fel a Recycle, mert valamilyen bugot okozna mondjuk, meg, meg például egy, egy ilyen water source blokkot nem lehet belerakni, mert hát ez, ez, ez mi? Ezt nem lehet ledarálni, ez, 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 semmi. Szóval ilyenek azért vannak rajta, nincs sok, úgyhogy nem hiszem, hogy fogtok ilyennel találkozni, ilyen, inkább ilyen addolható dolgokról van itt szó. Ettől függetlenül ugye még egy méhet is be tud darálni, a recycle működési elve az úgy történik, hogy egy item ledarálásához felhasznál 45 eut, és egy EU per tick-kel dolgozik. Amiből a, a gyors fejszámolók már ki tudták számolni, hogy 2,25 másodperc alatt darál le egyetlen itemet ez a cucc. Ugye alapjáraton lehet még upgrade itt, ezt, ezt majd később. És annak az esélye, hogy egy itemből scrap lesz, miután ledarálta, 12,5 százalék. Úgyhogy azért nem nagy, elég sok anyag kell ahhoz, hogy scrapet gyártsunk. Tehát úgy láthatok, volt benne 7, és előtte már egy stack cobblestone dobtam bele. Úgyhogy nem csak a csinált belőle, de mondjuk beüzemelitek egy quarry vagy egy turtle mellé, ami folyamatosan tolja bele a cobblestone akkor folyamatosan tolni fogja a scrapet. Na, scrapről néhány szó mire lehet felhasználni. Ezt gyorsan kiürítem. Scrapnek, ugye az egyik megoldás az a Matter fabrikátoros téma, amit mondtam. A másik megoldás az pedig az, hogy ilyen scrapboxot csinálunk. A scrapbox pedig arra jó, hogy jobb kattintani kell a földre, vagy nem is biztos, hogy a földre, égfelé felé is lehet, majd no, mindjárt próbálom. Van egyébként erre egy kimondott gép, ami ezt a kattintást helyettünk megcsinálja, és a begyűjtést is, mivel hogyha a scrapbox kattintunk egyet, akkor egy random itemet kidob magából. Ugye most nem tűnik el, mivel game vagyok, de hogyha egy darab van akkor az rögtön eltűnik. És ugye a legnagyobb százalék eséllyel scrapet fog visszadobni, ez egy újítás, egy, egy ideje, még annó, amikor csak tekit volt, nem volt Feed the beast, akkor még én nem találkoztam olyan, hogy Scrapet dobott volna. Talán egyszer-kétszer ott még elég kicsi esély volt rá. És ahogy látjátok, elég ilyen random dolgokat dob. Ilyen 0,0 valamennyi eséllyel még akár diát is dobhat, vagy iridiumot azt hiszem. De ezeknek elég kicsi az esélye. A, a, ezt, a, ezt, a, kis elemet, ezt a zöld csíkos valamit, ezt egyébként e, szereti elég sűrűn dobni. Szóval ingyen áram, tök jó. Na, ö, nagyjából ennyit a scrapről. Haladjunk tovább. következő delikvensünk az egy electrolyzer lesz, és nagyon remélem, hogy összeraktam ide a receptjét. Á, igen, nagyon jó. Szóval, kell hozzá egy machine block, egy electronic circuit, két darab empty cell, ugye ezt is mutattam már, és négy darab copper kábel. Így kapunk egy electrolyzert. Ö, ő lesz az, akinek nem kell kábelre csatlakoznia, tehát látjátok, hogy nem nyomja oda hozzá. Az electrolyzer pedig arra jó, hogy ebből a watercellből electrolyzed watercell csinál, vagy fordítva. Ez attól függ, hogy mennyi áramot kap. Pontosabban nem kap, mivel hogy az áramot az a bedbox, az MFE vagy az MFS szolgáltatja. Mivel hogy ugye nem kábelen érkezik bele, ezért közvetlenül egy ilyen energiatáruló mellé kell helyezni. Ennél két lehetőség van, pontosabban három. Ebből a háromból kettő az, amikor az electrolyzer dolgozik, egy pedig az, amikor nem. Hogyha egy bedbox, mondjuk, itt van, ha egy bedbox töltöttsége 25% fölött, viszont 70% alatt van, akkor az electrolyzer nem dolgozik. Hogyha 25%-os töltöttség alatt van a bedbox, akkor az electrolyzer az electrolyzed ből csinál sima watercellt, hogyha pedig 70% fölött van, akkor az electrolyzed cell-t állítja elő a simából, már hogyha persze az alapanyagok azok megvannak vannak hozzá. Ö, gyors prezentáció akkor. <kül> Ugye itt van ezek a töltött bedboxok, -ok itt szép lassan elkezd tölteni. Az MFSU az már, opa, vagy MFE mellett lévő, az már kicsit gyorsabban fogja tolni. Tehát ez még mindig az első csíknál van, ez pedig ma a másodiknál. Míg az MFSU tolja a leggyorsabban, ez szemmel látható, ahogy pörög fölfele, és csinálja az elektrolájtedet. Itt van a másik lehetőség, itt ugye nincs rákötve a rendszerre, tehát a badboxban, hasonlókban nincsen semennyi áram. Ilyenkor, ugye bal oldalra kerül mindig a water cell. Hiába teszem bele, nem fog történni semmi, viszont ha a jobb oldalra electrolyzed teszek, akkor elkezdi, ugye alapból kidobja a water cell Ez egyeseknek nagyon jó trükknek tűnhet, mert hogy ez bug, meg mit tudom én, hogy rögtön kidobja. Ez nem bug, mert hogy amíg ez a csík, tehát ez te kiveheted, de amíg ez a csík ez le nem fogy, addig te nem tehetsz bele még egyet, meg, meg, egyébként miért akarnál ilyet csinálni. Neked pont az lesz a lényeg, ezt majd később fogom prezentálni, hogy miért. Szóval pont az lesz a lényeg, hogy ez a csík itt lefogyjon. És ugye ugyanígy működik a többinél is, persze ezek gyorsabban lefogyasztják a, a azt a piros csíkot, amit mutattam, mint a bedbox. Úgyhogy akkor, akkor sebesség. Szóval, ugye háromféle sebességünk van, egyébként ezeket az energiatárolókat TIR, a tír, azaz szint szerint rangsorolják, a nullás szintű a bedbox, az egyes szintű az MFE, és a kettes szintű az MFSU. Ez azért fontos nekünk, mert annak a meghatározása, hogy egy elektrolyzer milyen módon dolgozik, milyen sebességgel, az egy egyszerű kis képletből adódik, kettő szorozva négy a, a, a tároló, energiatárolónak a szintjével. Tehát kettő szorozva négy a nulladikon, ami ugye kettő, kettő szorozva négy az elsőn, ami 8, kettő szorozva négy a másodikon, ami 32 Ezáltal megkapjuk, hogy ez 2 EU per másodperccel dolgozik, ez 8 EU per másodperccel, ez pedig 32 EU per másodperccel. Ez pedig azért fontos, mert ahhoz, hogy előállítsunk egy elektrolyzett bótörcát, 20 ezer EU szükséges egyetlen cellához. És pont ezért csinálja ezt gyorsabban, mert ez egyszerre 32 EU-t pumpál bele. Na, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy, egy veszteséges képlet is, ami azt adja meg, hogy mennyi az energiaveszteség abban az esetben, hogyha elektrolyzetből csinálunk sima water cell Erre mindjárt rátérek, hogy miért fontos, előbb gyorsan a kis, kis képlet. Ez úgy működik, hogy háromból kivonjuk az energiatároló szintjét, ugye nullát akkor hármat kapunk, kettőt, egyet. És ezt a számot, amit megkaptunk, azt beszorozzuk 2000-rel. Tehát egy MFSU esetében 2000, MFL-nél 4000, Badboxnál pedig 6000 EU lesz a veszteségünk. És ez azért fontos, mert hogyha, ez, ez a leggyorsabb, ezen fogom megmutatni, hogyha belerakjátok egy MFL sú melletti elektrolyzerbe, ugye itt látjátok, nincs egy deka áram benne, fogunk egy darab elektrolyzert vótörcelt. Elkezdi szépen lefogyasztani. És ahogy fogyasztja lefele, ahogy csökken ott a piros csík, ahogy alakítja át, úgy itt nő a, az áramnak a mennyisége. Ezáltal egy MFSU az 90%-os hatékonysággal dolgozik, ugye az MFE 80, a BedBox 70, és így a, a belepumpált 20 ezer Eu-ból ilyen úton vissza tudunk nyerni itt 18 ezeret, 16 ezeret és 14 000 t tehát, hogyha megszorulunk hárommal, de véletlenül többet csináltunk, akkor itt vissza lehet nyerni valamennyi áramot. Úgyhogy ez ilyen kis, kis munkás dolog. Egyébként az Electrolyzed Water cell most nem fogom megmutatni, hogy mire kell. További kraftoláshoz kell, például a... Ha jól emlékszem, az extraktornak a fejlettebb verziójához például ez kell, de ez majd, a, majd abban a videóban, amiben tovább fejlesztjük. Na, gyorsan akkor még az utolsó kis szerkezet, ez euh, igazából ilyen létrehelyettesítő, az a neve, hogy Magnetizer. Előállításához kell nekünk 6 darab redstone, középre egy machine block, és most nem electronic circuitet használunk, hanem iron fence -t. Az iron fence -t egyébként úgy tudjátok megcsinálni, hogy fogtok 6 darab refined iron és mint hogyha sima kerítést csinálnátok belőle, 12-t ad egyébként úgyhogy elég gazdaságos, és így kapunk egy magnetizert. Ez a magnetizer nálam itt van fönt, és ugye lehet jobb kattintani, amit most éppen azt csinálom, nem lehet kinyitni, nem ez a lényege, ez nem olyan gép. Ez arra jó, hogy ez hát, magas, inkább nem kapcsolom ki a game módot. Az a lényege, hogy most ugye nem kapcsolom be a fa, flight, itt szépen elindulok előre, és valamiért nem működik, mi nem működik. Tudom már miért nem működik. Szóval, ugye ott van a magnetizerünk. Itt állunk lent. Viszont ahhoz, hogy nekünk ez működjön, egyébként, aki még nem jött rá, ez így lesz. Szóval, ahhoz, hogy ez működjön, minimum egy, egy vas csizma az úgy nem ártana a lábunkra mivel hogy az, ami ilyen, ilyen magnetikus téma. És hogyha van rajtunk egy vas oda megyünk a közelébe, és már tol is, is, föl. E, láttátok elég nagy sebességgel. Oda megyek, és így pak. De ugye ennek az a hátránya, hogy így igazából tovább nem lehet menni, mert elakadunk benne, és abban a pillanatban, hogy egy kicsit hátrébb megyek, hogy ki tudjam kerülni, itt maga mellett nem tol el. Ezt nagyon könnyen orvosolni lehet azzal, hogy mellé helyezitek a magnetizert. Ugye ne, le, nem kapcsolódik össze, de ettől függetlenül ő, magnetizálja a, ezt az oszlopot. Tehát látjátok, így már tól is fölfele. És ez, ez nagyon tetszik, tehát így leesik, vissza, leesik. Hopp, beleakadt a törbe. Vagy elfogyott az áram. <laughs> Na. Ö, magnetizálásról még annyit. Egy 41 blokk hosszú ilyen oszlopot lehet ellátni magnetikus energiával, ami azt jelenti, hogy miért 41. Azért 41, mert ugye az első szint az maga a magnetizer szintje. Ugye ebben az esetben gondolom az a 41 inkább 39, mivel hogy itt kéne lenni a magnetizernek. És minden irányba, amerre kihúzunk belőle egy ilyen csíkot, 20, 20, 20, 20 blokkig viszi el ezt a, ezt a mágneses energiát, ergo 20 blokkig fog működni. És ez ugye egy magnetizerről van szó, tehát hogyha többet használunk, akkor már ennek a száma az úgy meg fog nőni. Egyébként áramot pedig csak akkor fogyaszt, amikor a, a usert, ami általában a user error-okat okozza, azt éppen felfelé tolja. Lehet, hogy még se kap ilyenkor áramot Vagy kifogyasztottam, de azt az erősen Na Lássuk csak. Aha, teljesen meghalt. Akkor, akkor tornó körülbelül hülyeségeket beszélek. Viszont mi van akkor, hogyha én így kötöm be? Semmi. Hát akkor akkor csak bele kell tenni, na mindegy. Ö, ezen még, még lehet, hogy egy kicsit fejleszteni kéne, ezt nem próbáltam ki így a videó felvétele előtt. De lényeg a lényeg, hogy. Na. Szóval lényeg a lényeg, hogy ez így működik, tehát muszblockig mindenképp lehet menni vele meg azért, hogyha én igazából ezt próbáltam ki, de hogyha itt többet összetesszünk, akkor lehet, hogy még tovább is. Szóval ez a része elég, elég érdekes, meg, meg euh, igazából fölöslegesnek találtam kipróbálni. Ez a 20 blokk szerintem bőven elég ahhoz, hogy valaki a házámban ilyen liftet csináljon. Egyébként lefele nem tudom, hogy euh, igazából a legjobb megoldásnak nekem azt tűnik, hogyha egy, egy vízblokkot tesztek ide, mert lefele nem lehet utazni vele, ami, ami kicsit gáz. Na, ö, nagyjából így ennyi lett volna ez a, ez a mai epizód. És a következő részben még halvány fogalmam sincs, hogy miről fogok beszélni. Ugyanis eddig, eddig nagyon jó ki lett találva, hogy á, most erről beszélek, akkor utána. Na, akkor jöhet az, jöhet, az, jöhet az. És így körülbelül eddig terveztem meg, hogy a, a gépeket elmondom, így az alapgépeket, csak utána nem tudom, hogy hogyan tovább, mert vannak ugye, elindulhatnék abba az irányba, hogy ezeknek a gépeknek a továbbfejlesztése, vagy maradok az Industrial Craftos verziónál, ilyen, ilyen Terraformer hasonlók. És szerintem az lesz, mert akkor inkább, inkább kimerítem ezt az Industrial Craftos témát, és akkor utána a, az Advanced Machine-nál, ami annak a módnak a neve, amiben ezeknek a fejlettebb verziói vannak, azzal fogom szerintem folytatni. De hát ez már majd csak holnap. Addig is cső van.